Újabb jelentős régészeti leletek kerültek napvilágra a Visegrád Reneszánsza fejlesztési program keretein belül végzett ásatások során. A szakértők felfedezték a régóta elveszettnek hitt Szentgyörgy kápolnát, amely az Európa első világi lovagrendjének az első Károly által alapított Szentgyörgy lovagrend házi kápolnája lehetett. Egyes feltételezések szerint itt állt egykor a kolozsvári testvérek leghíresebb alkotása is, a sárkányölő Szentgyörgy szobor, amely valószínűleg az épület bontása után a cseh fővárosban is építkező Ulászló király közbenjárására került a prágai várba. A kápolna először Zsigmond király 1425-ös oklevelében tűnik fel, amikor a király obszerváns ferences barátoknak adományozta a területet kolostor építés céljából. A ferences kolostor és a mellette épült Szűz Mária templom felépülése után a kápolna elhagyatottá vált, majd a 16. század elején a helyén harangtorony épült. A Szentgyörgy kápolna történeti szempontból különösen érdekes, mert 1425-ös említése alapján valószínűleg első Károlykor kápolna volt, első Károly pedig Visegrádon nem sokkal 1326 előtt létrehozta Európa első világi lovagrendjét, a Szentgyörgy lovagrendet. Joggal merült fel a gyanú, hogy a lovagrend és a kápolna védőszentjének azonossága összefügghet egymással, de ez csak a kápolna megtalálásával lehetett igazolni vagy cáfolni. A Mátyás király korabeli királyi palota rekonstrukciója céljából folyó ásatások során további fontos leletek is előkerültek. A Visegrád Reneszánsza fejlesztési program előkészítéseként májusban feltárták a királyi palotához tartozó ferences kolostor Szűz Mária templomát, ahol rátaláltak a híres firenzei mester Benedetto de Maiano által készített márványoltár darabjaira. A kutatás utolsó fázisát a kolostor nyugati előterének feltárása jelentette. Levéltári forrásokból tudják, hogy ezen a területen a középkori romok felhasználásával épült ki a 18. században a visegrádi uradalom. A régészek a nyár folyamán találtak rá a 18. század első felében felépített uradalmi intézőház romjaira. A barokkori ház vizsgálata során egyértelművé vált, hogy az egyik helyiséget egy késő középkori épületből alakították ki. Kiderült, hogy ez a középkori épület azonos a ferences kolostor 1510 után épült harangtornyával, amelyet egy lebontott, korábbi épület falainak felhasználásával emelték a 16. században. Mindezek alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy az elveszettnek hitt Szentgyörgy kápolnát tárták fel. A valaha volt legnagyobb visegrádi régészeti munka idén a ferences kolostor további feltárása mellett a Fellegvár szárazárkában is folytatódik. A Visegrád Reneszánsza fejlesztési program célkitűzése, hogy a közép-európai együttműködést meghatározó visegrádi várrendszer és a királyi palota a Mátyás korabeli állapotoknak megfelelően szülessen újjá. A kutatásokat a várkapitányság megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum két intézménye, a Nemzeti Régészeti Intézet és a Mátyás Király Múzeum szakemberei végzik el.